megjöttem! Önszántából! Egyedül! Hiszen tudja! Tudom. Mire vár? Végezzen velem! Készen állok! Itt van ez a kastélyban! Ne próbáljon meg elszökni! Haszontalan kísérlet lenne! Ne nézz el hátra! A Szépség és a Szörnyeteg az első olyan animációs film, amelyet Oscar-díjra jelöltek a legjobb film kategóriájában, és 5 Grammy-díjat is kapott. A filmből készült családi musical több mint 25 éve hódít az egész világon, és 2005-ös bemutatója óta töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon is. Mostantól a nyíregyházi közönség is tapsolhat Bellának. Halasi Dániel korábban is rendezett már Nyíregyházán felnőtteknek és gyerekeknek szóló előadásokat egyaránt. A rendező úgy véli, a zenés mesejáték nem csak a gyerekeknek, hanem szüleiknek is számos fontos dolgot tanít meg. Szerinte a mesék mindig hordoznak egy-egy olyan alapigazságot, amire minden korosztálynak szüksége van. Ami elromlik, az megjavítható, és ami csúnya, az megszépíthető. És hogy igenis érdemes bizonyos dolgokért áldozatot hozni, és hogy a félelmünkön úrrá lenni, az is egy nagyon nagy erény tud lenni. A Szépség szerepét Kis Eszter Júlia, a Szörnyetegét pedig Gulácsi Tamás alakítja az előadásban. Gulácsi Tamás ritkán játszik gyerekelőadásokban, de a Szörnyeteg karaktere nagyon közel került hozzá. Megszerettem nagyon, és játszani is valószínűleg szeretni fogom. Sokszor úgy érzem magam tényleg, mintha egy animében vagy egy rajzfilmben lennék, és az összes ilyen élményemet bele tudom tenni. És most azért hát tényleg el lehet bújni egy maszk mögé teljesen, és egy teljesen másféle karaktert tudok hozni. Az előadás további szerepeit Jenei Judit, Mag Zsófia, Urmai Gábor és Kovács Balázs játsszák. A zenés mesejátékot február 9-től láthatja a közönség.